Imával kezdődött a felnémeti macok fesztivál hivatalos része. Pásztor Paszkál atya Isten jelenlétéről beszélt. Áldást kért az ételre és mindazokra, akik fogyasztanak belőle. Habis László polgármester az összetartozás, az odafigyelés fontosságát hangsúlyozta. Felhívta a figyelmet, tartsunk össze, és közösen tervezzük meg a városrész, a város jövőjét. Itt a városrészben élénken élnek a folklór, a népzenei hagyományok, és hál' Istennek a gasztronómiai hagyományok is. Ezek erősítik a közösséget, és halatlan fontosnak tartom, hogy ilyen események, ilyen színvonalon megvalósulnak itt Felnémeten. A negyedik felnémeti macok fesztivált a Pásztorvölgyi Iskola Alapítványa és a Felnémetért Lokálpatrióta Egyesület szervezte. Megpróbáltuk, hogy minden korosztály megtalálja a saját maga ízlésének megfelelő programot, és úgy tűnik, hogy ez sikerül is évről évre megoldani. A bevétel egy része az iskola alapítványát támogatja. A szervezésbe idén is szerepet vállalt Zvara Zsolt, ő idén a negyed fertájmestere. Olyan közösségi programot szervezünk a fertájmestereknek, ahol együtt tudunk lenni, mint fertájmesterek, meg a közösséget is tudjuk építeni. A fertájmesteri testület csapattal is képviseltette magát. A macok szerepelt főételként és köretként is, volt, ahol fűszeres csirke és márványsajtos caciki járt hozzá. Neki állt macokot sütni egy fiatalokból álló baráti társaság is. Piedona emlékére hagymásbabos macokot kreáltak. Édesapám találta ki, hogy Bud Spencer emlékmacokot csináljunk. Úgyhogy az alapja az az lesz, hogy macok, és akkor hagymásbab megy rá, és akkor úgy borítjuk össze. Az egyik különlegesség a felnémeti derűs alkony, a népdalkör macok dogja volt. Van a maga a macok tészta, és az bele van forgatva a virslibe, és úgy van kisütve. És mikor ráharapunk, a virsli roppan egyet. Készült hagyományos és maszkarpón és jutúrós macok is. A gyerekeket kézműveskedés csillámtetoválás várta, a felnőttek pedig napközben hagyományőrzők műsorát, nótákat hallgathattak. A felnémetiek évek óta szerveznek már közösségépítő és egyben szórakoztató programokat. Az emberek szeretik ezeket a programokat, szívesen jönnek, szívesen keresik ezeket az alkalmakat, amikor ki tudnak egy kicsit mozdulni, még itt a városrészen belül is. A legtöbb csapat a főzés öröméért, a közösségért ment ki a fesztiválra. A negyedik macok fesztiválon 15 csapat indult.